A semmiből nem lesz semmi, íratta kedvenc jelmondatát tanítványai füzetének első oldalára Öveges professzor. Ezzel is jelezvén azt, hogy az embert a gondolkodás viszi előre. Ezt a jelmondatot választották mottóul a Kísérletező kedvű diákok Öveges nyomában címmel indított kistérségi fizika verseny szervezői is. Az EGRI Kemény Ferenc sportiskolai általános iskolában megrendezett verseny szándéka az, hogy a gyerekeket önálló gondolkodásra, kísérletezésre késztesse. Olyan eszközökkel, tárgyakkal mutathattak be fizikai törvényszerűségeket a diákok, amelyeket saját kezülek készítettek. A versenyre 11 csapat jelentkezett, többek között a Hunyadiból, a Balasiból, a Tinódiból, a Vartmáriából, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolából, valamint Noszvajról is érkeztek 7-es, 8-os diákok. Ahogy forgatom a csövet, ez a cső egy hangot ad ki, és ha én ezt gyorsabban kezdem el forgatni, akkor a hallható hang az magasabb lesz. A lényeg az, hogy itt a gyerekeknek az a feladatuk, hogy a saját maguk készítette eszközökkel kísérletezzenek, magyarázzák is meg ezeket. Minden csapat 3 kísérletet mutatott be. A Hunyadi csapata többek között a hangsebességet vizsgálta. Egy csőbe becsettintünk, és hogy ott a vízhang visszajön, és megmérjük, hogy mennyi idő telt a rendesetintés és a vízhang között, és megmérjük a cső hosszát is, és ebből ki lehet számolni a V1 esperté képlettel, hogy megnyíl a hangsebessége. A csapat a modern technika eszközeit is bevonta a kísérletekbe. Mi például hoztunk most egy számítógépet, és ahogy itt körülnéztünk, nem látunk senki másnál, tehát próbáltunk egyediségre törekedni. A 9. alkalommal megrendezett versenyt a noszvaiak nyerték, a 2. helyezett hunyadisok és a 3. helyen végző Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai előtt.